Szabó Kristóf, média művész. Különös szavak és fogalmak, mint a VG, a kinetika, az interaktivitás, a vizualitás már a művészi eszközök lettek a média művészetben. Néhány gondolat a fiatal alkotótól, amik előrevetítik a kortárs megfogalmazásokat a művészetben. Szorosan összefonódik a művészet és a média, hogy a néző közelebb kerülhessen a képzőművészethez, ezért a média és a performance művészettel átoperálom a hagyományos formákat a modern szféra számára láthatóbb, közönségesebb médiummá. A gondolkodás egy fontos elem, és ennek manapság híjával vagyunk. A terelgetés és a manipuláció jellemzi a társadalmat, így éppen megfoszt minket az individuum létrehozásától. Ennek hiánya sablonosságot, tömegviselkedést és a gondolkodás eltompulását okozza. Számomra a művészet a gondolkodtatás egyik lehetősége. A műveim alkotásakor célom, hogy a szemlélő belemerüljön a látványba. Elmélkedjen rajta, gondolatébresztőként fogom fel a környezetem ezen fajta leképezését. Hát én pár éve végeztem a képzőművészeti egyetemen, azóta abból kettőt így tanítok, most kezdem a harmadik évet, hogy tanítok, szóval van egy tanárdiploma is. Na de hogy ma, meg mondjuk 5 évvel ezelőtt mit csinálok, az egy érdekes kérdés, mert akkor azt még az egyetemen csináltam, most pedig most van, és egy érdekes ilyen folyamatot nézhetünk meg abban, hogy hogyan váltok át képgrafikáról egyre inkább egy ilyen mediális szerepbe. A média az egy része az én művészetemnek, de igazából az is így, hát képekből táplálkozik, és képek mindig fontosak voltak számomra. Csak egy idő után gondoltam, a mozgó kép, az lehet, hogy többet mond. Na de ezekre a képekre is, ami éppen 2016-os készülésű, így a digitális világ, vagy a digitális technika az nagyon rányomja a bélyegét. Itt láthatunk tulajdonképpen, hát digitális képhibákat láthatunk. Így rátelepülve a képre, itt van még rá egy-két példa, belenagyíthatunk, így né. És a másik fontos szempont pont ez az urbánus közeg. Tulajdonképpen itt metró van, város, más egyéb, itt is város, épület, itt is. Szóval ez egy ilyen meghatározó szempont számomra, maga a város, vagy az a közeg, ahol élek. És az is nagyon érdekes, hogy ezzel így tényleg egyetem végén kezdtem el foglalkozni. Addig ilyen kicsit ilyen magánmitológiai dolgokat készítettem, sokkal hagyományosabb felfogásban, bár akkor is néha előfordult, hogy csináltam egy performance az utcán, amit felvettünk videóval, és azt így ki volt állítva tévéként, vagy pedig éppen rávetítettem egy képemre egy videót. És ezek ilyen érdekes momentumok, hogy ekkor megjelent igazából, ez még ilyen 2012 tájéken voltak ezek, de nem vált egy valahogy egy ilyen tendenciával, hogy ezzel tényleg így foglalkozzak, vagy tényleg ezzel így jobban foglalkozzak. Csak ilyen kísérleti jellegű témák voltak. És nagyon érdekes, hogy amit mondjuk csináltam 2012-ben, most így visszanyúlok hozzá, mondjuk egy újabb munkámba, amit mostanában kezdtem el a szitázással kapcsolatban, mert hogy végre lett az egyetemnek, akkor egy képgrafika az nuku, azt hol csináljon az ember, mert kéne hozzá műhely, örül, hogy van egy zuga valahol egy műteremben, ami speciál nekem a műszi volt. És ez is egy másik fontos pont, a műszi, ami tulajdonképpen meghatározta azt a részemet, ami így az egyetem után alakult ki. Az én életem hogyan fonódott össze egyre jobban mondjuk így az éjszakai klub élettel, vagy ezeknek a művészettel összekapcsolható vizuális elemeivel, ami így szépen lassan, miután egyre több zenésszel ismerkedtem meg barátaim közül,
színészekkel, ezt mind egyetem után, addig, hát egyetemig így foglalkoztunk egymással, egy kis zárt közeg, hogy vannak ezek a képzőművészek, és akkor egymással foglalkoznak igazából. Ez zajlik ott nagyon egy ilyen, hát ilyen befőttes üveg jellegű, ami persze nem feltétlenül baj, mert mondjuk az uborkát is meg kell érleni, de utána azt ki kell, hogy szabaduljon, és hát ez fontos szerintem. Számomra ez sokat jelentett, hogy megváltozott a baráti köröm, lettek zenészek, mint mondtam, színészek, és a többi, és a többi. És akkor elkezdtünk így együtt dolgozgatni, egy első albérletben egy zenésszel laktam, és akkor ezért csináljunk bulit, nem tudom, persze. És akkor jöttek ezek a reggeli kávézás és cigizés közben, akkor ott így monfordírozunk, hogy akkor valamit kéne csinálni. Mindkettőnk meg szar munkája volt. Alig kerestünk valamit, így épp elvoltunk, és akkor így jönnek így az ötletelések, akkor csináljunk a semmiből valamit, persze. És mondjuk ezzel kezdődött az, hogy elkezdtem én így performance-okkal foglalkozni, vagy ilyen performance-okat csináltunk igazából, és hát ebből nekem van egy ilyen kis szelet, amit megkeresünk, itt van. Van. Hát ez így tulajdonképpen így összefoglalva egy ilyen két percben, egy-egy pillanat így abból a sok performance-ból, amit így az elmúlt pár évben csináltunk így közösen színészekkel, zenészekkel. Na hát nézzük meg persze, miért ne. Igazából úgy kezdődött az a verzió, hogy én elkezdtem foglalkozni még inkább a médiával, hogy elkezdtem VJ-zni tulajdonképpen. Ez volt az egyik fő alapja, ez kb. Így másfél éve csinálom rendszeresen, és akkor itt így az éjszakai klub élettel így összefonódik ez. És az benne nagyon érdekes, hogy a VJ-zés az így összeolvad a zenével, összeolvad azzal, hogy tulajdonképpen hogyan reagálnak az emberek a vizuálra, vagy az életérzésre, vagy bármi egyébre. És te egy olyan dolgot hozol létre, amit mindenki lát. Így nem az, hogy múzeumban kirakunk egy képet, hello, szia, hanem ott éppen helyben készíted. És ez nagyon érdekes. Hát itt beletek, így bele lehet nézni, így kicsit ebbe, így belepörgetünk. Keresünk egy olyan részt, ahol, na igen, itt például, itt látszódik. Ez nagyon ilyen non-figuratív jellegű, ugye a zenére, ritmusra, fényekre játszik, amiből lehet tovább indulni. Ebből jöttek tulajdonképpen azok a elemek is, amiket így festészetben alkalmazok. Ezek a képhibák, itt kezdtem meg kísérlezni csomó olyan dologgal, ami most mondjuk így valamennyire meghatározza az én gondolkodásomat a médiális művészetről, amit így szépen így beleiktatok, így, vagy keverek a hagyományos dolgokkal. És egy másik fontos momentum, hagyjuk a VJ-zést, térjünk ide vissza. Elkezdtem dolgozni táncosokkal is. Például a Zikurát csoporttal kezdtünk el foglalkozni, még valamikor, hát egy ilyen éve körülbelül kezdtünk el foglalkozni ilyen performance jellegű témákkal. Ott engem azzal kerestek meg, hogy csináljak, dolgozzak velük együtt egy performance-ukba, amiben tulajdonképpen én vizuális elemeket hozok létre. És ez a VJ-zésből jött, és akkor így társult tulajdonképpen a VJ-zés akár a színházzal, amikor már egy olyan eszközzé formáljuk, ami teljesen kortárs képzőművészet, vagy kortárs művészet, és kiszabadul ebből a buli kultúrából. És akkor így alakulnak a formák.
itt belenézhetünk, itt ez is éppen a Mangben zajlik. Nagyon sok ilyen kísérleti dolgot tudtam itt megvalósítani, amit így máshol nem biztos, hogy adnak rá lehetőséget. Így ez nekem fontos, hogy van egy ilyen befogadó tere, hogy így bármit megcsinálsz, persze, csináljuk meg. Volt erre több példa is, így performance-ok kapcsán, amikor átfestettük a falat, és a többi, és a többi. No. De akkor térjünk rá így arra, amikor tényleg összefonódik az vizuális művészetem, mondjuk a médiával, amelyre van például két munkát akarnék így igazából megmutatni. Az egyik a GIF kiállításon készült, amit közösen barátainkkal szerveztünk pont ide, és maga a cím is GIF, egy olyan hívószó volt, hogy médiális munkákat hozzunk ide, amik így valahogy így a mozgóképe vagy az ismétlődéssel kapcsolatosak. A Képhiba című munkám tulajdonképpen egy dokumentáció a Mangben kiállított GIF-en szerepelt munkámról, amit tulajdonképpen az látható, hogy vannak hagyományos munkáim, festmények, grafikák, amikre tulajdonképpen egy videóinstallációt készítettem. Néhány ilyen kimappingelve megfigyeltök rajta ezek a képtorzítás vagy képhibák, amik így elkezdtek foglalkoztatni, ami így összeköthető így a városi élettel vagy a dekonstrukcióval. Ez egy érdekes szó vagy egy fontos szó számomra, mert úgy érzem, hogy maga ez a dekonstrukció, ez egy hozzám közel álló fogalom, mert rengeteg munkám foglalkozik azzal, hogy egy meglévő dolgot hogyan tudunk dekonstruálni, újra alkotni, újra értelmezni. Másik munkám is egy négy képből álló sorozathoz kapcsolható, amelyre én egy videóinstallációt készítettem, melyekhez megadott helyeken készítettem a városban videófelvételt, amelyet én kicsit átköltöttem, bele nyúltam, készítette magának ezt a képpozításokat is, beleépítettem, meg a koncepciót teljesen ráhúztam, amelyből tulajdonképpen itt megint visszatérhetünk akár a VJ-zésre, mert tulajdonképpen ez folyik itt, csak egy sokkal átgondoltabb a saját gondolkodásomra formált mondanivalóval, vagy komolyabb mondanivalóval ellátott vetítést láthatunk, csak éppen van hozzá mondjuk egy festmény, ami megadja azt a furcsa közeget, hogy ez se nem videóinstalláció, se nem festmény, hanem egy ilyen, hát egy ilyen hibrid dolog. És ez nagyon érdekel, mert hogy miért festünk még egy képet, amikor mindenki festett már még egy újat, miért használjuk azt az új médiumot, amit itt elérhetünk, miért használjuk azokat az eszközöket, amik most teljesen újak, és akkor megint visszacsatlakozhatunk akár így a klub élethez, ahol olyan fénytechnika, olyan fénytechnika van, meg és a többi lézer, és a többi olyan technikákat alkalmaznak, amit úgymond így kortárs szemmel nagyjából a legújabb, vagy akár a kinetikus technikák, amelyeknek egy részével már volt bizonyos kapcsolatom, kicsit így kísérletezgettem így továbbiakban így elrugaszkodni a videótól, hogy olyan interaktív dolgokat hozhassunk létre, amelyek így túllépnek így a vizuális kép, kilépnek a vizuális képből. Például dolgozunk egy barátommal egy színdarabon, ő rendezi, a Csalilla, ahol én a fényeket fogom majd csinálni, és akkor ilyen ötletek születnek a fejembe, hogy ha most megérint a színész, akkor világít. Ez egy ilyen egyszerű példa, amelyet, hogyha így szépen átgondolunk, akkor egy nagyon érdekes vizualitással ellátott darabot lehet létrehozni, és ez is egy nagyon érdekes momentum, hogy hogyan kapcsolódik ez a média művészet a
más egyéb ágakhoz, így a színészethez, vagy a tánchoz, amelyekre már mindkettő alkalommal volt példa. És például a zikurattal nagyon sok olyan projekt mozog, amiket így közösen hozunk létre. Kitaláltunk már olyat, hogy egy darabhoz készítettem egy vizuális elemet, amelynek lényege az, hogy tulajdonképpen a táncos mozgását veszi a kamera, ami vissza van vetítve. Ebből is mutathatunk egy nagyon rövid kis jelenetet. Reflexiók címen fut, és tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy van egy kameránk, ami veszi a táncosok mozgását, az bemegy a számítógépbe, az bemegy a VJ programba, amit én kicsit átalakítok, lesz benne egy kis késés, színekkel való játék, a hangra reagáló videóeffektus is van hozzá, és akkor így jön létre egy nem szokványos színházi előadásnak a díszlete, ami éppen vizuálisan az én munkám, nagyon egyszerű, letisztult eszközöket használva, magát a mozgást kihasználva, ami egy másik fajta mediális gondolkozás, amikor tulajdonképpen tényleg csak az eszközzel foglalkozok. Itt még a fénnyel is játszunk, így a megvilágítás árnyékkal. A technika egy érdekes kérdés, mindig fontos, főleg, hogy így egyre inkább megismerem az eszközöket, és mindig hozzáad valamit ahhoz a gondolathoz, ami jár a fejemben, megoldásokat adhat mondjuk egy gondolat kifejezésére. Én mindenképpen egy nagyon fontos eszköz számomra a technika, és akkor itt meg is jelenik az, hogy tulajdonképpen egy eszköz. Hogyha úgy vesszük, mondjuk a litográf is egy eszköz volt a 1700-as évekbeli művészek, vagy 1800-as évekbeli művészeknek, amit ők használtak, és egy tök új, modern eszköz, amit ők használtak. És tulajdonképpen én így kapcsolódom a technikához, hogy ha vannak új eszközeink, akkor azt muszáj használnunk, muszáj ezzel gondolkodnunk, muszáj ezzel valamilyen kapcsolatot teremteni. Persze nem mindenkinek alakul az ki, hogy ezzel tényleg szorosan tud együttműködni. De az én munkámban, művészetemben így szerepel. Az is lehet, hogy egy idő után kicsit ráunok és visszatérek valami klasszikusabb témához, de mindenképpen egy nagy nyitást, egy új lehetőség adott számomra, amit nagyon jól föl lehet használni, ki lehet használni olyan munkák létrehozásához, ami eszembe jut, amit így kigondolok, és új utakat, kulcsokat nyithat, akár a művészeti gondolataimba is. Úgyhogy egy nagyon érdekes ilyen konklúziót levonhatunk ebből, hogy tulajdonképpen ilyen szimbiózisnak nevezhetném ezt, amely így segíti az én gondolkodásomat is, és segíti az én gondolkodásomnak a megvalósítási lehetőségeit is. Mert mindig lesznek újabb és újabb technikai vívmányok, csak gondoljunk itt a VR szemüvegekre, vagy a virtuális valóságra, ami megint egy újabb kérdést vet föl, hogy ezt hogyan is lehet alkalmazni mondjuk művészeti tekintetben. Erre is vannak gondolataim, de ez még tulajdonképpen így a jövőnek így a játéka.